Ferencvárosban is megemlékeztek a Magyar Nemzet gyásznapján, október 6-án, az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúról az esemény 171. évfordulóján. Az emlékezés koszorúit helyezték el a Knézics utca 17-19 szám alatt lévő emléktáblánál, Baranyi Krisztina polgármester, Döme Zsuzsanna alpolgármester és Reiner Roland alpolgármester. A Momentum mozgalom nevében Takács Zoltán. A Jobbik Magyarországért mozgalom képviseletében Szilágyi Zsolt. A ferencvárosi Fidesz képviseletében pedig Gyurákovics Andrea és dr. Bácskai János helyezette koszorút az emlékhelynél.